mert az Úr a ti Istenetek veletek megy, hogy harcoljon érettetek a ti ellenségeitekkel. Itt az ideje, hogy válaszoljunk a kérdéseikre. Az elsőben Joan azt írja, a férjem szerint fontos a hajléktalanoknak adni. A barátaink viszont azt mondják, hogy csak átvernek bennünket. Lehet, de nehezünkre esik elmenni mellettük, anélkül, hogy segítenénk rajtuk. Ön szerint mi alapján kellene döntenünk, adjunk-e vagy sem? A Bibliában szerepelnek konkrét módszerek, amelyekkel segíthetünk az éhezőkön? Nem igazán. Isten nyilván nem fogja megítélni azért, amiért egy csalónak adott. Éltem már New Yorkban, és ott nagyon sok ilyen ember volt. Szerettem volna segíteni rajtuk. A kedvenc esetem az volt, amikor odajött hozzám valaki, aki azért kért pénzt, hogy hazajusson New Jersey-be. A város déli részén, a Battery Parkban történt, persze hazudott, és én is tudtam. Egy másik ember azt mondta, hogy éhes, és kért pár dollárt. Felajánlottam, hogy veszek neki egy szendvicset a közeli automatából. Rögtön elkezdett tiltakozni. Sokszor csak viszkit akarnak venni. Azzal nem segítünk az alkoholistákon, hogyha italt veszünk nekik. Meg kell gondolni, hogy kinek adunk. És természetesen vannak csalók. De akkor is jobban tesszük, hogyha segítünk valakinek, mintha elutasítanánk egy csomó embert. Istennek az az akarata, hogy segítsünk a rászorultakon. De persze alkoholistáknak ne vegyünk italt. Pontosan. Isten a szívünkbe lát. Az a kérdés, mi a motivációnk a tetteink mögött? Vajon azért adunk, mert nyomást helyeznek ránk, vagy szeretetből és könyörületből? Ryan azt írja, hallottam, hogy a testbeszéd sokkal többet elárul valakiről, mint amit kimond. Ön szerint fontos, hogy pontosan le tudjuk olvasni a testbeszédet az üzleti világban és az élet más területein? Ön alkalmaz speciális technikákat? Hát bevallom, hogy nem. Bizonyos dolgok hamar kiderülnek a testbeszédből, azonban más apró jeleket csak a szakértők tudnak megmagyarázni. Nyilván ez azért nagyon fontos az üzleti életben is. Nekem meglehetősen érzékeny a szellemem, és megérzem, hogy mit gondol a másik ember, és hogy mi zajlik le a szellemében, összhangban van-e a kettő. Hasznos dolog lehet az ilyen témát tanulmányozni. Vannak bizonyos szokásaink. Például jellemző minden emberre, hogy hogyan viselkedik akkor, amikor hazudik, illetve hogyan viselkedik akkor, amikor igazat mond, és így tovább. Én azt tudnám javasolni, hogy keressen egy olyan könyvet, amelyet szakértő írt ebben a témában. Az egyetemi éveimből kevés dologra emlékszem, de volt egy kommunikációs óra, ahol elhangzott, hogy a kommunikáció 95%-a nem verbális módon zajlik. Nem annyira az számít, hogy mit mondunk, hanem hogy hogyan és milyen nonverbális reakcióink vannak. Ez tényleg igaz, például egy gyerekről rögtön megállapíthatjuk, hogy hazudik. Megkérdezzük, hogy ő ette meg a sütit? Ha így válaszol, nem. Tudjuk, hogy ő volt. Ez a nonverbális kommunikáció. Igen, vannak bizonyos jelek. Hogyha így csinál valaki, ez például zárt. Ha az ujjainkat így tartjuk, akkor elutasítunk valakit. Hogyha pedig így ülünk, akkor nyitottak vagyunk. Sok minden van még. Emlékszem, a Tárgyaló című filmben azt mondták, hogy ha valaki balra néz, amikor kérdezünk tőle valamit, akkor hazudik, mert keresi a választ. Most már beszélgetés közben mindenkinél ezt figyelem. Na, ennyit erről. Így él tovább ez a film az emberben. Sid a következőt írja, Pat, nagyon szégyellős és félénk vagyok, főleg hölgyek társaságában. Nagyon nehezen tudok beszélgetést kezdeményezni. Hogyan lehetne túltenni magam ezen? Ön mit tenne a helyemben? Nos, az a baj, hogy saját magával van elfoglalva. Attól lesz valaki félénk, hogy mindig maga miatt aggódik. Próbáljon meg elfeledkezni magáról, és összpontosítson másokra. Hogyan tudna nekik segíteni? Hogyan tudná az érdekeiket szolgálni? Akár férfiről, akár nőről legyen szó. Vagy gondoljon Jézusra. Halljon meg önmagának, és éljen ő benne. Pontosan azért félénkek az emberek, mert önközpontúak. Egyfolytában saját maguk miatt aggódnak, a saját reakcióikra gondolnak. Most mit válaszoljak erre vagy arra, meg ilyenek? Nos, az a legjobb, hogy a másokra gondol, arra, hogy hogyan tudna segítségére lenni és szolgálni másoknak. Ettől teljesen meg fog változni. Majd meglátja.
Most a következő Zsoltár idézettel búcsúzunk Önöktől. Legyetek erősek, és bátorodjék a ti szívetek minnyájan, akik várjátok az Urat. Ennyi fért mai adásunkban. Ha az Úr is akarja, és élünk, holnap ismét képernyő elé várjuk Önöket. Tartsanak velünk, a viszontlátásra.